A nevem Enzo Morgan. Katona voltam. Megjártam Vietnámot. A 7. lovassági ezredben az első zászlóalj parancsnoka voltam. A háború után az elnöktől megkaptam az amerikai hadsereg legmagasabb fokozatú kitüntetését, a becsület érdemérmet. Ezt azok kapják, akik az életük kockáztatásával messze a kötelezettségeiken felül teljesítenek, fegyverrel, vérrel és hazaszeretettel. Minden 100. katonára jutott egy ilyen nyakbalkasztató szar. Hogy miért mondom ezt? Túl sok ember esett el bátran és hősiesen, miközben azok, akik látták a halálukat, szintén elestek. Azok a hősök, köztük jó néhány barátom, akik más csatákban, más napokon becsületérdemérmet vagy ezüstcsillagot érdemeltek, itt csak egy táviratot értek, amiben az volt írva, hogy a hadügyminisztérium sajnálattal értesíti. Ezután és a leszerelésem után arra tettem fel az életem, hogy az ezred veteránjait segítsem. Ha kell anyagilag, vagy épp lelkileg. Fiatal koromban pszichológusnak készültem, és ez a tapasztalat nagyon jól jött. Az elesett bajtársak családjait meglátogattam, amennyit csak tudtam. Sajnos sokat is csalódtam az emberekben. Na jó, állandóan csak csalódtam. Hé, öreg, tudnál adni egy 10-est? Eskünem piára kell. Enzo bácsi ismerte az apámat. Tudja, hogy megadom. Kérem. Soha nem bántam meg a jót, amit tettem olyanokkal, akik aztán elsétáltak. Sokan nem értették, mások elfelejtették, és néhányan kihasználták a kedvességemet. Szívemet teszem bele mindenbe, amit csinálok, és tudom, hogy az élet előbb-utóbb mindenkinek mindent visszaad. Én szép dolgokat szeretnék. Jó pár évig még szolgáltam a hazámat, mint tanácsadó, aztán ahogy szép lassan mindenki itt hagyott, végleg letettem a fegyvert. Manapság már csak az utcákat járom, hol izgalmat keresve, hol pedig szimplán csak az embereket hallgatva. Bejártam a fél világot, és bevallom, elfáradtam. Már nem okoz akkor örömet, ha az utcán hallgatom az embereket. Egyre kevésbé érzem a késztetést, hogy meghallgassam őket. Ezt éreztem a közelmúltban. A busz, amivel utaztam, megállt egy városban egy órára. A sofőrnek be kellett tartani a kötelező pihenőidőt. Ahogy leszálltam Galaxy városában levegőzni, csak álltam az út szélén. Néztem az embereket. Fura volt. Majd megállt a busz mögött egy rendőrautó. Egy idősödő, ám de magabiztos férfi szállt ki, és az ő újonca. A férfi odalépett hozzám, nézett egy 10 másodpercig, majd tisztelgett, miután az újoncot is erre utasította. Természetesen válaszoltam is az üdvös és meglepő köszöntésre. Ezen gesztus után döntöttem úgy, hogy még itt maradok egy ideig. Honnan tudta, biztos úr? Csak tippeltem.